Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videó egy picit különleges, ugyanis ez az első olyan alkalom a csatornán, amikor először van a stáblistás jelenet magyarázó videó, mint a kritika, és mindenképp szeretném felhívni a figyelmet, hogy a videó spoilereket tartalmaz a film cselekményeire nézve is, így ha ezek zavarnak téged, akkor ne nézd meg a videót, először nézd meg a filmet, utána gyere vissza. Szóval én ugye nemrég csináltam a Marvel-ek történetéről egy videót, hogy miről is fog szólni a film, és hát 99,9%-ban be is fog igazolódni, és a stáblistás jelenetek és kitértem, amikből az egyik bizony igaz lett végül. Viszont a legnagyobb fordulat kimaradt onnan, ami szerintem nagyon nagy eldobós. Végig annyit, hogy két stáblistás jelenet van, viszont csak az egyik nagyon fontos, így ha még valaki nem futott bele, spoilerbe, hogy miket is tartalma, és a moziba szeretné megtudni, és esetleg még itt van a videónál, előre szólok, hogy ne várja meg a másodikat, mert nem érdemes. Szóval a filmben meg fog történni, hogy Darben a téridőben a karperecekkel ilyen lyukakat fog ütni, amik párhuzamos világokba vezetnek át. A film nem ezzel a párhuzamos világok kérdéssel fog foglalkozni, hogy mik vannak oda át, mit is jelent ez, viszont a vége igencsak előre mutató, ugyanis teljesen nyilvánvaló, hogy nem maradhat úgy ott egy tátonguljuk a téridőben, ezért valamit tenni kell, mert mert közeleg egy térfúzió. Mika lesz az, aki magára vállalja ezt a szerepet, hogy egyfajta módon feláldozza magát, és márvel kapitány és Kamala segítségével sikerül úgy átjutnia, és a másik oldalon bezárnia a lyukat, ezzel megmentve azt a két univerzumot. Viszont ennek az volt az záró, hogy ő nem tudott visszamenni a saját világába, hanem ott rekedt. Akkor, hogy itt még nincs véges, sőt, most kezd igazán izgalmassá válni a dolog. Mónika egy kórházban ébred fel, nagyon furcsája a dolgokat, és nagyon meg is van zavarodva, hiszen amikor felébred látja, hogy az ágya mellett nem másül, mint az anyja, Maria Rainbow. Mindketten eléggé nagy sokban vannak, hiszen Mariának nem igen rémlik, hogy ki is az a Mónika. Ugyanis ebben a világban máshogy alakultak a dolgok, és már egy nagyon fontos felfedezést tehetünk, hiszen bárítva a Lokit meg a Dr. Strange-t egymással, hogy itt nem leágazásról van szó, ugyanis nagyon máshogy alakultak a dolgok, ebben a világban nagyon máshogy vannak megírva a dolgok. Szóval ez egy párhuzamos világ, ami nem egyenlő azokkal, amiket a Loki-ban láthattunk. Azok nem párhuzamos világok, ahová a mentek az nem egyfajta párhuzamos világ, hanem egy alternatív. Még mielőtt a csavara rátérünk, ha esetleg valaki nem tudna, hogy mi a különbség a párhuzamos világok és az alternatív világok közt, a párhuzamos világok azok is egyfajta fő idővonalak. Tehát van a 838-as föld és a 616-os. Ez a kettő párhuzamos világ, mind a kettő egy fő idővonal, és mind a kettőnek vannak alternatív világai. Tehát vannak a 838-asnak alternatív idővonalai, ahol szinte ugyanúgy történnek a dolgok, és vannak a 616-osnak is alternatív idővonalai, ahol szintén ugyanúgy történnek a dolgok, ezt láthattuk a végjátékban is. Na de most jön az igazán nagy csavar, amire szerintem 5 éve legalább már várnak a rajongók, megérkeznek az X-Menek, pontosabban egyelőre csak egy. Bestia mondja, hogy ez egy másik párhuzamos univerzum, és hogy ő valahogy ide átkerül. Szóval kijelenthetjük, megérkeztek ez a jelenet által az MCU-ba az X-menek. Nem nagyon foglalkoznak semmilyen kérdéssel, Bestia elsétál, és Máriát továbbra is meg van zavarodva, ugyanis hát itt tényleg nagyon máshogy történtek a dolgok, ugye ő Marvel kapitány. Az kéréses, hogy ez a 838-as föld, de szerintem nem, mert ő ugye ott Hát úgy tudjuk egyelőre, hogy meghalt, de a lényeg, hogy itt vannak az X-Menek, és ez a jövőre nézve biztosan azt jelenti, és ezt már most kimerem jelenteni, hogy ez lesz az a világ, ami a titkosáborok után egybe fog olvadni a 616-os MCU-val, és ezek az X-Menek fognak átjönni majd. Szóval már megvan a kapocsa 616-os, és ez a világ közt, tehát az MCU és ezen X-Men világok kapcsolódnak, és mi van, ha Deadpool 3-ban is ebben a világban fogunk járni, és ezt el, el is tudom képzelni. Egyébként hol nap fog jönni egy Deadpool videó, ami szerintem nagyon érdekes lesz. Az is érdekes, hogy például Bestiát, se Máriát nem lepte meg az, hogy Mónika egy másik párhuzamos univerzumból érkezett. Szóval ez akár utalhat arra is, hogy ők sokkal többet tudnak a multiverzumról, és akár a fenyegetésekről is. Plusz az is biztos, hogy az ő világukból is érzékelni lehetett ezt a szakadást, ami ez a két világ közt létrejött, viszont ők mégsem csináltak semmit, vagy egyelőre nem tudunk róla, szóval ez már egy nagyon érdekes szállat vezet be, hogy ebben a világban mit tudnak a multiverzumról, ami biztos, hogy többet, mint a 616-os világba, és szerintem erre majd csak a Deadpool 3 fog választ adni, hiszen én tényleg nem lennék meglepve, hogyha az a film ebben a világban játszódna. A második jelenetet, mint ahogy mondtam, senki ne várja meg, mert csupán annyiról van szó, hogy lesz egy flerken nyávogás a Marvel Studio logó közben, és ennyi, de hát ez nem csoda, hiszen az első jelenet az nagyon eldobos volt, és igaza volt feige a következő 5 évet bizony, ez a jelenet felvezette, és akkor a Loki hatodik részéről még nem is beszéltünk, mert állítólag az is nagyon eldobós lesz. Szóval, hát ez nagyon izgalmas a Marvel faloknak, Szóval egy valamit már most biztos ki lehet jelenteni, bőven lesz téma még az év hátralévő részére, szóval elég sok teória fog érkezni, ugyanis hát ez tényleg nagyon előremutató volt. Kommentbe természetesen írjátok, lő, hogy ti mit gondoltok erről, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, vagy hogy jelzitek csatlakozatok a tagok közé, további szép nap. But. sziasztok!